Épp a 130 éves orgona lelkét, a Szélládát engedik le a szekszárdi Urunk mennybe menetele templom karzatjáról, és már csak az üresen álló 200 éves barokk stílusú orgonaház látványa fogadja a templomba látogatókat. A pécsi egyházmegye több mint 40 millió forintot nyert pályázati úton a múlt évszázadi hangszer felújítására. A több tízezer elemből álló hangszer darabjait Pécsre szállítják, ahol majdnem fél évig dolgoznak a felújításán. Minden egyes elemet kézbe vesznek, megtisztítanak, rozsdátlanítanak, kiegészítenek, ha kell, újra cserélnek. Tehát itt több ezer alkatrészről van szó, csak síbból 1350 van ebben az orgonában, tehát tulajdonképpen több tízezer elemről van szó, és ezt minden egyes elemet ők feljavítanak. A szakértő elmondása szerint néhány évtizedenként el kéne végezni ezeknek a hangszereknek a restaurálását. Itt elmaradtak ezek a munkák, és a hosszú évek alatt rárakódó kosz és pára szépen lassan tönkretette a hangszert. Hajdók Judit elmondta, hogy a látottak alapján ez az orgona a 130 év alatt még soha nem volt így szétszedve. A restaurálást követően előre láthatólag márciusban hozzák vissza a hangszert Szekszárdra, de hivatalosan csak májusban adják majd át. A kettő között egyrészt beszabályozzák a hangszert, és főleg az 1350 sípot újra kell intonálni és hangolni az adott térhez. Tehát ez több hetes munka. A hangja pedig az eredeti fényébe fog élni újra az hangszer orgona. Hajdók Judit szakértő elmondta, hogy ránézésre valószínűleg nem lesz észrevehető a változás, de a hangzása biztosan egészen más lesz.